A kapzsisági adóval kapcsolatos pontosítások foglalták le a Román Nemzeti Bank kormányzója Mugri Szereszku negyedévi sajtótájékoztatójának zömét. A kormányzó több olyan értesülést és városi legendát száfolt meg ezzel kapcsolatban, amelyek az utóbbi napokban szányra kaptak. Nagy portvert vert fel pénzügyi berkekben az úgynevezett kabzsisági adó bevezetése január 1-től, amely a három havi bankközi átlakamat az úgynevezett robor szintjétől függően adóztatja meg a pénzintézeteket. A legtöbb pénzügyi szakember hevesen bírálta az intézkedést, közöttük a Nemzeti Bank szakemberei is. Ennek kapcsán Muguri Szereszkó őrültségnek nevezte azokat a vádakat, amely szerint a jegybank nyomást gyakorolna a kereskedelmi bankokra, hogy tartsák magas szinten a robort. Másrészt annak az óhajának adott hangot, hogy a kereskedelmi bank jobban kommunikáljanak, bár tette hozzá, tudja, hogy nehéz a technikai részleteket közérthetően elmagyarázni. A bankok felének még nincs profitja, de ezt nekik kell elmondani, mert a törvény védi őket, ők közlik a mérlegüket, nem mi, a Nemzeti Bank. Mi többé nem akarunk a bankok nevében beszélni, a bankok függetlenek. Mi nem vagyunk a bankok minisztériuma, nincsenek nekünk alárendelve. A törvény értelmében a bankok profitorientáltak. Nekik kell elmagyarázni, hogy mi ez az egész őrültség. Egyrészt azt vetik a szemükre, hogy nincs profitjuk, mert kiviszik a pénzt az országból, másrészt azt, hogy túlságosan nagy a nyereségük. Iszerészko azt is butaságnak nevezte, hogy a bankok kartelt alakítottak volna. Hogyan lehet kartelnek nevezni azt, ha kamatra kölcsönöznek egymásnak a pénzintézetek? Tette fel a költői kérdést. Továbbá kifogásolta, hogy az adó bevezetését nem előzte meg konzultáció a banki szektorral. Iszerészko azt is tisztázta, hogy hasonló adót sehol nem alkalmaztak még. A robóra kivetett adót a bukaresti pénzügyminisztérium idézőjeles innovációjának nevezte.